Ez egy T-34 76-2-esnek a hát úgymond replikája, gyakorlatilag ez egy élő eszközből lett az egykori Csehszlovákiában átalakítva ilyen úgynevezett vítrostyovák, vagy hát vontató harckocsivá. Majd amikor ezeket a T-34-es alvázakat kivonták, akkor valami magánszemélyhez került, pontosabban ilyen erdészethez került, hát ott aztán tényleg a gatyamódra leérték, és akkor szlovákiai barátaim segítségével sikerült megszerezni. Ócskovas állapotban, de nem ócskovas árba, és akkor hazahoztuk, teljesen felújítottuk, tehát szétszedtük az erőátételi berendezéseket, olyan szinten be voltak rohadva példának okáért a csapszegek, egy kormányt alig lehetett megmozdítani, lángvágóba kell gyakorlatilag fehérre fölmelegíteni, hogy egy csapot ki tudjunk ütni, mert ezekből azért elvágni nem nagyon szerettem volna semmit. És akkor mi építettük meg rá szintén az Egyesület tagjaival együtt ezt a tornyot. Erről tudni kell azt, hogy a T-34-76-nak ez a változata már jelentős szerepet vállalt a Doni áttörésben, és hogyha majd egyszer sikerül egy olyan hadijátékot egyszer télen, januárban csinálni, ami a Doni áttöréssel lesz kapcsolatos, akkor ezt is be lehet vetni.